Sziasztok! Ma egy viszonylag különleges újjáépítést terveztem, ugyanis a Lipcsével fogunk játszani, és nem csak a Bajnokok Ligájára hajtunk, hanem Szoboszlai Dominikkal szeretnék egy aranylabdát nyeretni a karrierje folyamán. Remélem ez 5 éven belül sikerül, erre fogjuk felépíteni a csapatot, úgyhogy lássuk is. A megfelelő menedzser szerintem meg is van így a feladatra, gyorsan sikerült kitalálni, ki legyen az, és a csapat pedig így fog kinézni az első évben, aztán majd megnézzük, hogy fogunk-e igazolni, de van André Szilvánk, itt van Szoboszlai a padon, itt van Werner, remélem minden igazolást át tudtam rakni, ugye itt van Raum és Angelino pedig a Hoffenheimben van. Kicsit változni fog a dolog, illetve Szoboszlait átraktuk CF-be, meg Nkunkut is, ugyanis szeretnék ilyen CF-es formációval játszani, hogy legyenek asszisztjai is, illetve gólokat is szerezzen Dominik majd a szezonok folyamán, úgyhogy lehetséges, hogy Nkunku, meg hát ugye Nkunkunak az ára ez így feljebb is ment egy picivel, hiszen most már támadó, nem középpályás. A védelem az nagyon fiatal, ott középen Orbánnak van ideje szerintem bőven, hogy fejlesz-e a rutinjával Guardiolt és Simakant. Gulácsi a kapuban megkérdőjelezhetetlen. Hát ugye itt van még Schlager. Egyébként Schlager nem is lesz majd rossz Campbell helyett. Tehát azért a Schlager Leimer páros az jól hangzik, és van egy szörlotunk még. De hogy minek azt nem tudom. Illetve Noah egy elég ígéretes fiatal játékos. Úgyhogy kezdőről ennyit, illetve felírtam még Ridle Bakut, illetve Ludovic Blast. Hát nekem ő nagy kedvencem, nem tudom, hogy hova tudnánk berakni, csatárt szeretnék vele játszatni. Én szerintem ő egy elképesztően jó játékos, ő Mbappé-nak volt a csapattársa az ifi válogatottakban, Franciaországban, és elég nagy tehetség volt Blast. Nem tudom, hogy meg fogjuk-e venni. Az biztos, hogy Bakura rá fogunk menni, mert Baku egy olyan játékos, akire nekünk szükségünk van. Aztán még, hogyha találok valakit, aki így illhet a csapatba, meg a hosszú távú tervekbe, akkor majd jelentkezem újra. Befutott 3 ajánlat. Josko Guardiolt vinni a Bayern München. Hát azért a De Ligt Guardiol páros középen Upamecano-ékkal az elég bitangul hangzik, de Guardiolra nekünk is szükségünk van. Konrad Leimert vinné az Inter. Szerencsére nem vagyunk olyan helyzetben, hogy muszáj legyen eladni Leimert, úgyhogy Leimer is marad, és André Silva az érdekesebb, 56 millióért. André Silva. Ugye ez azért is pikáns, ez a Chelsea-be való igazolás esetleg, mert ugye Werner tőlük jött. Olyan 70 millió környékén Tommy T-nek oda lehetne passzolni. Szilvát annak már örülnék. 67. Megy ez följebb? Úgy látom az arany középút az a 69 millió lesz. Így is van. Így is van. Úgyhogy André Szilvát eladjuk. Megszereztük még Florian Neuhaust is. Abból a pénzből, amit André Szilváért kaptunk. Úgyhogy így fog neki vágni ennek az első szezonnak. Nézzük át a BL csoportokat, hogy mi újság. A Liverpool és a Napoli jut tovább az A csoportból. Megpróbáltam a lehető legrealisztikusabban összerakni a csoportokat, de ugye a német csapatok is le vannak korlátozva, tehát nem lehet annyi német csapat, mint ahány valójában a Bajnokok Ligája ez idei kiírásában indulhat. Úgyhogy az A csoportból a Liverpool és a Napoli jut tovább, aztán az Athletic és a Porto. A Leverkusen meglehetősen rosszul szerepelt. Bayern, Barcelona továbbjutó, az Inter is ott volt nagyon szorosan a nyakukban. Spurs, Marseille, Milán, Chelsea, talán ez a legsimább csoport. Hát mondjuk annak a tekintetében nem, hogy itt a Milán és a Chelsea eléggé örre ment az első helyért. Aztán az F csoportból továbbjutunk a Real Madriddal együtt. A G csoportban a City és a Dortmund jut tovább, és a H csoportban pedig talán a legnagyobb meglepetés, hogy a Juventus nem jut tovább, és a Benfica lesz ott a legjobb 16 között, ahol a mi ellenfelünk a Spurs. Hát lehetett volna egy... Hát mondjuk talán... Talán itt a portugálokon és a Marseille-en kívül csak nehezebb. Nem tudom. Nem rossz. Nem rossz annyira ez a sorsolás. Hát itt is vagyunk az első
összecsapáson, hazai pályán kezdünk. Nézzük, mire jutunk. Azért elég erős a Spurs, de talán meg tudjuk őket fogni. Nem. Nem, de nincs még vége. Visszakerül Raum a kezdőbe. Nem most kellene megnyernünk a Bajnokok Ligáját. Tényleg, tehát ez a keret azért alkalmatlan arra, hogy Bajnokok Ligáját nyerjünk. De azért jó lenne tovább jutni a Spurs ellen. 1-1. Húha, ott Werner. Az egy kijött büntető. Azt hiszem. Vagy egy lesgól. Még mindig nem tudom, majd utána nézek, de hát közel voltunk hozzá, sajnos most a 16 között búcsúztunk. Majdnem összejött ez a bajnoki cím egyébként. Nagyon kevésen múlott. Jövőre azért elkaphatnánk a Bayernt, ha csak le nem rabolja a csapatunkat. A pokált az 1-5-ös összesítésbe, vagy nem is összesítésbe, mert ez egy mérkőzés, azt megnyerjük a Leverkusennal szembe. Úgyhogy egy kupát nyertünk, és ugye itt voltunk. Nézzük akkor, hogy hogyan alakult a Bajnokok Ligája kiírása. A Barcelona ki is esett a City ellen. Egyébként itt a portugál csapatok nagyon jól harcoltak. A Liverpool tönkreverte a Dortmundot, talán ez a legnagyobb vereség. Hát nem, az Atleti Marseille volt a legnagyobb vereség. Aztán a negyed döntőben a Spurs kiüti a versenyből a Cityt. A Liverpool bosszút áll a Real ellen, a Paris Saint-Germain is tovább jut, illetve a Bayern München büntetőkkel jut tovább, tehát itt elég szoros volt a mezőny. Aztán a Liverpool bejut a döntőbe, és a Paris Saint-Germain is bejut a döntőbe, és a Bajnokok Ligája győztese, a Paris Saint-Germain 0-2-re megveri a Liverpoolt. Hogy alakult az Európa Liga? Ott az Inter lett a bajnok, itt a Wolfsburggal nagyot csatázott. Elég gólgazdag találkozók voltak. Egyébként az, hogy a Juventus kiesett a Fenerbahce ellen, az nagyon-nagyon durva. Akkor van még nekünk egy konferencia liga, amit a Róma ellen a PSV. A PSV Eindhoven nyer. A Kolozsvár elég sokáig eljutott, de azért, ahogy látom, 7-3-as összesítésbe ki is estek. Rip. A legtöbb góllal Timo Werner büszkélkedhet, 23 találatta volt, és egyébként a kupa mérkőzéseken mindegyik találkozón betalálta, ahogy látom. Bajnokságban 17 gól, Szoboszlai nagyon-nagyon jól játszott. A Bajnokok Ligájában annyira nem, de egyébként, hogyha megnézitek a barátságos meccseken, 9-es értékelés kapott, az valami bitang nagyot ment a szezon elején. Szoboszlai Dominik. Jó, ez egy elég jó alap, amire majd itt fogunk tudni. És ráadásul Nkunku nem is játszott olyan sokat, szóval Szoboszlait favorizálta a gép. Ennek nagyon örülünk, nyilvánvalóan. Úgyhogy Nkunkut el fogjuk adni. Baku is sok meccsen játszott. Azért azt hittem, hogy Baku többet fog fejlődni egy év alatt, de se baj. Schlager 83-asra fejlődött, Laimer 84-es, Raum 4-et lépett előre. Az elég bíztató. Kampel is játszogatott, Neuhaus annyira nem sokat lépett előre, Olmót is el kell, hogy adjuk, mert egyrészt nem is játszott sokat Olmó, vagy hát viszonylag sokat játszott, azért a 32 meccs az elég sok, de elég rosszul teljesített. Van esetleg még, akit ki kellene emelni? Hát itt már a kölcsönjátékosaink vannak, ugye Henrikset és Paulsent kölcsön adtuk a szezon felénél, Hugo Novoan nem játszott sokat. Jó, hát szerintem ennyi jöjjön a kövi szezon. Na, Renato Sanchez-t, Pau Torres-t és Joshua Kimmich-et szereztük meg. Ez egy csere üzlet volt, ugyanis mi Dani Olmót is 120 millió eurót adtunk Kimmichért. Nkunku pedig a nyakunkon maradt, de lehet, hogy télen el tudjuk adni, úgyhogy jelenleg elég üres ez a kassa, amink van, de reméljük Nkunku elment télen. Nkunku elment és Filip Kostić pedig így érkezett a télen. Talán Raum posztját lehetett upgrade-elni, úgyhogy Kostić pedig visszatér a Bundesligába. Illetve a Bajnokok Ligája csoportjait láthatjuk, az Inter és a Bayern tovább jut, de viszont harmadik helyen a Ferencváros megy az Európa Ligába, úgyhogy ez egy nagyon jó hír. Monaco kiüti a Napolit a nyerekből. Atleti, Paris Saint-Germain, Spurs, Milán, Dortmund csoport elsőként a Barcelona előtt. A Real és a Marseille jut tovább,
Rosenborg jut tovább a Manchester United-del, bár itt elég túlva volt, és mi pedig nem jutunk tovább, ugyanis a Sevilla megelőz minket, illetve a Manchester City. Úgyhogy hát ez főleg annak köszönhető, hogy 0 darab mérkőzést nyertünk meg a csoportban, viszont 5 darab döntetlent játszottunk, és egyszer ki is kaptunk, úgyhogy megyünk az Európa Ligába. Sajnos. Ahol pedig a C csoport második csapatát, a Juventust kapjuk, szóval talán rögtön le is játsszuk a döntőt ellenük. De jó. Idegenben kezdünk az első mérkőzésen a Juventus ellen. Hát jó lenne nyerni. Igazából elég rossz a sorsolásunk, de szarráverjük a Juventust. Kimmich dupla. Nagyon jó. Na nézzük. A visszavágót annyira nem félek tőlük, főleg az 1-4 után. Nézzük, mire jutunk hazai pályán. 2-2, bőven elég. Szoboszlai gólt szerez, az a lényeg. Szoboszlai játsza minél jobban, és minél több trófát kéne nyerni, ugyanis megyünk itt a kupákért, hogy Szoboszlai megnyerni az aranylabdát. Na, Real Sociedad. Van egy Solerjük, Oyarzabal, Konsa. Elég erős a csapat. De hát, ha már a Juventus kiütöttük, mit nekünk a Real Sociedad, gondolom én. Kikapunk hazai pályán. Na lássuk, sikerül-e legyőznünk a Real Sociedadot idegenben. Oh, mi az, hogy? 3-5, Szoboszlai dupla, reméljük gólpasszokat is adott. Hát mi idegenben vagyunk jók. Na hát egyre egyszerűbb egy a sorsolás, a Henket kaptuk. Ellenfelül nem gondolom azt, hogy nekik bármi problémát kellene okozni, reméljük, hogy nem lesz az a helyzet, amit a hátvéd neve az ellenfélnél. Nézzük meg, hogy mire jutunk. 3-0, gyönyörű, megyünk tovább. 3-0-ra nyertünk hazai pályán, most idegenben is. Hát idegenben kikapunk mondjuk, a Szoboszlai gólt rúg, az a lényeg, de megyünk tovább. Sporting. Jó, hát bevallom őszintén, hogy talán a legnehezebb ellenfeleken túl vagyunk, és reménykedem benne, hogy a Sportingot le tudjuk gyűrni. Így van, 2-0. És majd a visszavágón is le kéne gyűrni őket. Na lássuk, Pau Torres nem játszhat majd Sporting elleni visszavágón, úgyhogy cseréljük ki. 1-2-re nyerünk, Szoboszlai gólt rúg, ez a lényeg, minél többet lőjön Dominik gólt, és annál jobb a helyzetünk. Na és ez már itt bizony a döntő, viszont nem fogjuk lejátszani ezt a találkozót, mert nem a Bajnokok Ligája döntője, úgyhogy le fogjuk csak szimulálni. És nézzük meg, hogy megnyerjük a kupát. Megnyerjük, Szoboszlai dönti el. Csodálatos, hát ezt így terveztük, megvan egy kupa idén. Megnézzük, hogy hány kupát nyerünk összesen ebben a szezonban, és minél többet remélem, hiszen számítani fog majd ez az aranylabda szavazásnál. A második szezonban a bajnokságot is megnyerjük a Bayern előtt, a Dortmund pedig a 9., úgyhogy hát ők nem lesznek ott jövőre sehol kb. A kupában azt tudom, hogy kiestünk, a Gladbach behúzza a kupát, a szuperkupát egyébként megnyertük, ha jól tudom. 4-0-ra vertük el a Bayern, így van. Jövőre játszunk egy UEFA szuperkupát is, szóval az is egy kupa, amit megnyerhetünk. Tehát 3 kupát nyertünk ugye ebben az évben. A szuperkupával nyerhetünk 4-et, szóval Dominiknak lesz 4 kupája az aranylabda szavazáson. Az már nem rossz. Nézzük meg a Bajnokok Ligáját. Büntetőkkel a tavalyi visszavágó volt. Ugyanúgy Paris Saint-Germain Liverpool. Ismét a PSG nyeri ezt a csatát. Látom egyébként itt a német klubok, azok nagyon hamar ki is hullottak. Hát egészen a 16 közé sikerült csak eljutniuk. Nézzünk egy Európa Ligát, ezt ugye mi nyertük. Tehát mondom, itt a Sociedad és a Juventus volt talán a legnagyobb ellenfél, és akkor van még egy konferencia liga, amit büntetőkkel a Lazio nyer meg. Még azt megnézhetjük, hogy az Ajax, azt talán nem figyeltem, hogy az Ajax Ferencváros. Hát sajnos ott nem sikerült a Ferencvárosnak, viszont a Bajnokok Ligájából
tovább jutott igazából az Európa Ligába, úgyhogy ez már egy nagy eredmény. És akkor a Bundesliga gól királya Szoboszlai Dominik. Nagyon jó, minden a terv szerint. Az asszisztokban is igazából az assziszt királyi Szoboszlai lett. Gedessel osztozik majd ezen. Gulácsi a clean sheetekben hozta magát. Nagyon jó. Baku hozta magát egyébként mindenben, mindenhol ott látjuk Bakut, még a sárgáknál is ott van. Nagyon jó, pirosaknál remélem nincs. Úgyhogy egyébként ez egy elég jó szezon volt. Még a statisztikákat megnézhetjük. 51 meccse 36 gólt lőtt Szoboszlai. Hát az a pokál kiesés, az nagyon fájó, amúgy nagyon-nagyon nagy szezonja lehetett volna. Így is nagyon-nagyon bitang szezon, de az a pokál kiesés, az fájó. Az fájó sajnos. De hát megnézzük, hogy megnyerje majd decemberben az aranylabdát a következő szezonban. Hát három játékos szereztünk meg. Kroos, Jimenez és Ansgar Naufot. Ővelük fogunk így neki csapni, ők ez a három játékos, aki érkezett, illetve eladtunk jó pár játékost. Úgyhogy velük nézünk neki az új szezonnak. Nagy elvárásokkal. Egy hét van vissza a játékban az aranylabda kiosztásáig, és ez a négy játékos itt a jelölt. Messi, Szoboszlai, Neymar és Mbappé. Ott vagyunk. Már csak meg kéne nyerni. Itt nyomon követtem a dolgokat, de rohadtul nem írta, hogy ki nyerte az aranylabdát. Elméletileg december 2. szerdáján hirdeti ki. Hát ez nem így történt most. Viszont az év csapatába bekerült Szoboszlai. Kimmich, Kroos, Guardiol, és ennyi. Szóval fogalmam sincsen, hogy mi történt. Mindegy, hát mondjuk azt, hogy megnyerte. A számai alapján biztos. Na hát itt vannak a csoportok. Akkora meglepetés nincs. Egy kicsit fel is sigult a mezőny, megint bekaptam ezt a bugot, ez mindig itt, vagy van egy ilyen fandom csapat, akit mindenki 3-0-ra ver. Gondolom feladják, nem tudom. És mi pedig az Atlético Madridot kapjuk. Lássuk is akkor az Atlético ellen, hogy mire jutnak a srácok. Az első mérkőzése a hazai pályán 2-1-re nyerünk. Kroos és Werner góljaival. Lássuk akkor a visszavágót, esetleg Raumot kicserélhetjük, ahogy láttam Kostic egyre durvábban fejlődik, úgyhogy... Illetve lassan Sanchez-t kéne játszatnunk Kroos helyett. Nem még valami nagyobb megoldás itt a padon, nem úgy tűnik, de ez így masszív, egyre masszívabb. Úgyhogy nézzük meg ezt a csapatot, hogy ott van Sláger. Miért van ott Sláger? Ja, mert Jimenezre cseréltük Slágert. Úgyhogy reméljük Sláger nem fog kibabrálni velünk, nem babrál ki velünk, Baku, aki egyébként fantasztikusan szerepel a Bajnokok Ligájában, és Szoboszlai viszont eldönti a végén, úgyhogy kettős győzelemmel robogunk is tovább. Nagyon szeretünk madridi csapatokat kapni, úgyhogy a Bernabeu-ban majd találkozunk. Egyébként az, hogy hatosként játszik Paqueta, az elképesztően furcsa, na mindegy, remélem sikerül legyőzni őket, azért elég vitang a keretünk. Mondjuk Kimmich nem lehet, de majd Kroos helyettesíti, és 1-3. Baku minden meccsen gólt lő. Timakán szeretne játszani ezen a mérkőzésen, és megadjuk neki a lehetőséget, mert azért keretünk fontos tagja, és 3-1-re nyertünk az első meccsen, most pedig 3-2-re. Hát sárgáloppal Timakán hozzájárul. Nem baj, megyünk tovább, mint a gép. Lehet ennél nehezebb sorsolás. Megkaptuk az Nkunkuval felálló Liverpoolt, Verratti-val, Lömával, nálunk pedig nem lesz Kostic. Nézzük az első meccset idegenben. 0-1. José María Jiménez találatával idegenben elhozzuk a meccset. És közben jött a ír, hogy Pau Torres 5 hónapra kidől, úgyhogy egyrészt Traum visszakerült, és most nagyon jól jön, hogy van egy Simakanunk a padon. A helyzet viszont annyi, hogy mondjuk Hendrix és Paulsen be tud jönni. Jó, annyira nem is fészes így a helyzet, de a védelmünk az nem gyengült kb. Tehát azért Simakan szerintem meg fogja tudni oldani. És még így is ő a leglassabb játékos a védelemben. Elég durva.
viszont jobb lábas. Úgyhogy annak örülünk. Baku pedig egy állat. Reménykedjünk abba, hogy legalább egy döntetlen összejön. Nagyon sokat. Segítene a döntetlen, így is van. Ott a Bajnokok Ligája döntő, bár szerintem ez kellett Fabinho piros lapja. Na nézzük, ki ellen fogunk játszani. A Paris Saint-Germain ellen fogunk játszani. Ami azt jelenti, hogy ez az aranylabda szempontjából még nagyobb presztízsel fog bírni. Igazából nem jelent semmit az aranylabda, csak szeretném, hogyha megnyernénk. Ja, úgyhogy megpróbáljuk. És mielőtt lejátszanánk, azért nézzük meg, hogy hogy alakult a bajnokság. Tönkrevertük a mezőnyt, majdnem 100 lőtt gól. Tényleg tönkre vannak verve itt a csapatok. A kupából kiestünk, ha jól tudom. Így van. A Wolfsburg nyert. Ezen kívül egyébként, hogyha megnyertük volna a pokált, és most megnyernénk a Bajnokok Ligáját, akkor minden létező kupát behúztunk volna. Renato Sánchez nem fog játszani a döntőben. Az ellenfélnél Locatelli, Jorginho, Bernát, mondjuk Bernáttal csak jó emlékem van. Úgyhogy rá fogunk menni Bernátra izomból. Lássuk is. A Bernabeu-ban, hát ott már sokat jártunk Madridban amúgy is, tehát itt a madridi csapatokkal szerettünk találkozni elég sokat a kieséses szakaszban. Nézzük akkor a mérkőzést. Ott Szoboszlai van a tifón. Így is van. Jönnek a csapatok, a mi csapatunk Gulácsi vezetésével. Valami nagyon nem tetszik. Mit keres a 9-es játékos, Jusuf Poulsen itt? És hogyha még azt gondolja valaki, hogy ez a FIFA ez egy jó játék, még saját döntésből se tud. Tehát, hogy konkrétan itt van a padon egy CM a pozícióra, és bebassza Jusuf Poulsent. Istenem! Egyértelműen Bernát oldalán támadunk, ott van Baku, aki amúgy is az egész BL-nek az egyik legjobb játékosa, Ridle Baku. Az Jusuf Poulsen masterclass-t látunk jelenleg. Mekkora húzás volt a játéktól, hogy berakta őt. Semmi probléma. Szoboszlai. Védelem mögé, Leimernek nem volt kész, dehogy nem. Ott is van. Be is fújta. Le is jön Jusuf Poulsen minél előbb. Na nézzük Szoboszlait. A BL döntőben. De úgy van, Donnarumának semmi esélye. És már csörgeti is. Hogy miért nem ő kapta az aranylabdát, vagy ha nem tudom, ki kapta az aranylabdát, lehet, hogy ő kapta. Ki tudja. 1-0. Az hatalmas labda Szoboszlaitól, és azért Werner 97-es pésszel, Werner. Nagyon jó Szoboszlai. 2-0. Most már a legendarinál nem akarom följebb rakni, mert azért így is vért izzadok. Mondjuk ezen a meccsen eddig nem, de... alapvetően. 2-0. Locatelli. Mbappé. Jimenez ugrik bele. Locatelli. Guardiola, aki brutál nagy szezont hoz. Hát az pedig abból lehetett volna egy jó támadás. Bernát. Nagy kedvence Juan Bernát, ha ő játszik, általában nyerünk, így is van, Bernát elhagyja, és akkor a helyét már tudjuk is támadni. Nagyon durván kinyílnak. Mondjuk az nem egy jó passz, az meg pláne, és ebből még kaphatunk is egy gólt, Bappé. Neymar. Locatelli, Bappé, Gulácsi. Nálunk azért kapus van. De milyen Donnarumák. Védik a kapunkat. Neymar. Messi. Hát ide szegeznek most minket, de most meg tudunk nyugodni. Hát Bernát szokás szerint lemarad, Ridle Bakut meg... Azt ez micsoda, ez nem sportpályára való főnök. Hát mindegy, Juan Bernátot ki kell valahogy pótolni. Simakán elhagyja, Vitinha. Raum. Hát az a beadás, az... Ezért lenne jó Kostić. A világ egyik legjobb beadója. Mit művelnek ezek?
Messi, átfejelő Ridle Bakut, Bernát. Messi. Üldözzük le kicsit Toni Kroosszal, nagyon helyes. És az Werner a 97-es pésszel roboghat is. Timo Werner, na nézzük, Szoboszlai jön. Ott a Mester 3-as, ajtóablak, sakmat. 3-0. Hát ezek le vannak oktatva. Befűztük az oktatófilmet. Hakimi. Hát kell majd állnunk a szűnő. Azt a mindenét mekkora gólt ragaz Mbappé. 3-1. Nem baj, Szoboszlai Mester 3-as lőtt, és hogyha el is hódítjuk a trófeát, nem lesz a jövő évi aranylabda szavazáson esélye. Azt a mindenét Külivel. Mit bombázott. Locatelli. Jönnek vissza. Jönnek vissza. Na nézzük Mbappét. Azért nem jó, hogy Mbappé is. Kimarad? Nagyon szép. Hú, de érezte pedig. És abból lehetne menni. Ki még? Így az nem lesz jó. Nem, de hogy az úgy nem lesz les viszont. Vagy lesz így is. Ja nem, szabálytalanság történt. Át kellett volna lapoznom itt a szabálykönyvet. Pedig az jó labda lett volna Szoboszlainak. Most elakad. Werner. Werner meg lesen. Na mindegy. Az ott nem jó. Mégis jó lesz. Na, hogy pressingelünk egy kicsit. Neymar. Mukiele. Azért lettek, hogy le kell hozni Bernátot. Neymar Bakuval szemben. Ez Baku nem véletlen az egyik legjobb. Azt hiszem 8 gólja van Baku, az szép volt. Mintha Bernátot láttam volna. Azért Baku nem véletlenül a legtöbb gólt szerezte idén a BL-ben. Az Wernertől tanítani való. Werner roboghat. Csináljunk Bakuból gól királyt. Ridle Baku 9-el átveszi a vezetést a góllövő listán. Lionel Messinek van még 8. Werner negyedik asszisztja ma? Harmadik? Hihetetlen. Megint túlságosan kinyíltak. Az viszont egy borzasztó passz. Talán Jusuf Poulsen is jobban oldotta volna meg ezt a helyzetet. Az viszont egy csodálatos labda. Simakán ragad be. Az már megkérdőjelezhetőbb. Nem tudom, mi történik. Neymar! 4-2. 4-2. Az történik. Baku. Azért Bernáttal egyszerűbb dolgunk volt. Viszont ez nem lenne jó, hogyha most a Paris Saint-Germain feléledne, pedig nagyon úgy néz ki. Középen kéne, hogy Guardiol visszazárjon rendesen. Mukiele. Kimmich ugrik bele, Mukiele be tudja adni, Mbappé. Jó. Megúsztuk. Pedig itt azt hittem, hogy nem úsztuk meg. Akkor mindegy is. Messi szögle. Szögle? Tehát majdnem. Azt a mindenit Gulácsi, nagyon kellett oda a kapitány. Ez egyébként Pochettino-nak maszkírozott gatyé volt. Messi. Mbappé. Messi. Mbappé Gulácsi. Ez egy Gulácsi mennyivel többet hozzáad ehhez a meccshez, mint Donnarumma a másik oldalon. Jorginho, most hogyha eladnák a labdát egyébként. Hakimi, Gulácsi! Jézus úristen, mit játszik Gulácsi Péter! Kis szöglet lesz Messivel. Nem lesz az. Az nagyon nagy fejes! Pedig hirtelen azt hittem, az Guardiolé. Ajaj, nem tudunk felszabadulni. Hosszú percek óta mi térfelünkön folyik a játék. Nem tudom, miért nem így nyomtak az egész meccsen keresztül. Azért 2 gólos hátrányban kicsit egyszerűbb dolgom van. Az idő is nekünk dolgozik. Hakimi. Simakán. Lehetett volna Wernernek adni, de megtartjuk a labdát? Nem sokáig. Simakán. Szoboszlai. Az úgy jó is lesz. Köszönjük Mukielének. Szoboszlai. Hakimival szemben Szoboszlai. Szúrjuk, hatalmas gól. A negyedik gólja a Bajnokok Ligája döntőjében. Hát jó, hát
90-valahányasra fejlődött, úgyhogy... Azt a mindenét. Nagyon komoly. Egy lövőcsel. Megtolja. És jobbal. Hát Kroost lecseréljük, jöjjön Nauf. Negyedik gólja a BL-ben. Vagy hát a döntőben. Hát ez így valószínűleg sakmat. Elég gólgazdag döntő. Messi. Raum szépen. Werner. Werner 97-es, 98-as pace-szel rendelkezik. Raum. Raum is egyébként egész jól játszik. Na fuss, futtassuk meg még Wernert a hatodik érdelem. Nem állítjuk be a milános karrierben lőtt hatot. 5-2-re megverjük. Na Paris Saint-Germain. Hát Gulácsinak nagy szerepe volt ebben. Meg hát Szoboszlainak. Harmadik szezon végén járunk talán. Mindig azt hiszem, hogy ilyenkor csak a díjátadóhoz skippelődünk. De nem. Jó, hát mindegy, azért ez egy elég nagy meccs volt. És akkor, ami a legfontosabb itt. Szoboszlai 51 meccsen 56 gólt szerzett. Ami még fontos lehet, az Timo Werner 50 meccse, 33 gólja sem durva. Egyébként az a 41 Bundesliga gól az beállított rekord, nem? De Szoboszlai beállította a Bundesliga rekordot konkrétan. Nagyon jó, hát ez nagyon jó. Elmebeteg. És egyébként az, hogy Ridle, Baku, Werner és Szoboszlai is majdnem 20 gólt, sőt, hát igazából csak Baku az, aki nem lőtte meg a bajnokságban a 20 gólt, de Bajnokok Ligájában 9-et vert Ridle, Baku. Az elképesztően durva. Egy Toni Kroos meg 16 asszisztal. Werner 15-tel. Nagyon jól működik ez a keret. Elképesztően jól működik ez a keret. Kostić a szezon felét szerintem sérülés miatt ki kellett, hogy ülje, de benne is hatalmas potenciál lett volna még szerintem itt. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon-nagyon megy ez a ennek a csapatnak. Hát ezért a teljesítményért meg biztos, hogy aranylabdát kell kapni a következő évben Szoboszlainak. Na és akkor ismételten itt vagyunk. Az aranylabdánál. Most reméljük kiosztják a díjat, nem tudom valami miatt elmaradt tavaly. Werner, Mbappé, João Félix és Szoboszlai. A négy jelölt. Egyébként vezetjük a bajnokságot. Nem tudom, hogy végig fogjuk-e tolni ezt a bajnokságot, igazából az aranylabda érdekel. Úgyhogy most így fullra végigmegyünk, megnézzük, hogy mi fog történni. 4-0-ás győzelem. Szoboszlai kiadja egy büntetőt, ez nem biztos, hogy jó hír. Itt lehet, hogy jó benyomást kéne tenni a szavazókra. Nagyon jó, egy kis bajnokok ligája is. Gyújtsuk el minél tovább, ezt a ilyen doppergéssel. Jó, nagyon jó. Bajnokok ligája, ahol egyébként torony magasan vezetünk. Az RB család mindenki képviselteti magát. Skippeljük le. Igazából ez a hazai derbi. A Red Bull derbi, Szoboszlai gólt szerez, nagyszerű. És akkor nézzük, hogy kiosztották-e. Elvileg most kéne kiosztaniuk az aranylabdát. Ott is van, ha jól látom, ez Szoboszlai Dominik. Így is van, megkapta az aranylabdát. Nagyon jó. Nem tudom, szerintem másodjára kellett, hogy megkapja, de játék szerint lehet, hogy csak először. Fantasztikus. Jó, hát ennél jobb befejezés nem is kellhet. 99, 99, 98. Bitang. Hát egész jól sikerült ezt lezárnunk. Megvan az aranylabda, a bajnokok ligája, igazából agyonverük mindenkit. Úgyhogy ez kifejezetten jól sikerült. Nem számítottam rá, hogy ennyire jól fog sikerülni. És ennyire hamar, hogy a negyedik, illetve a harmadik szezonban, azt mondom, nem tudom, miért nem osztották ki az aranylabdát. Teljesen mindegy, a végén sikerült megszereznünk. Úgyhogy köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Legyen szép napotok, sziasztok!